Az északi áramlat vezetékeikért támadások óta egyértelmű, hogy az európai kritikus infrastruktúra veszélyben van. És nem csak a gázvezetékek, hanem az internetes kommunikációhoz használt víz alatti kábelek is. Szakértők szerint az európaiak elhanyagolták ezeknek a rendszereknek az alapvető védelmét. Így egyre sürgetőbbé válik a kérdés, hogy milyen károkat okozhatnak az ezeket ért támadások, és hogy hogyan védekezhetünk ellenük. Szivárgó földgázvezetékek és megbénított német vasúti forgalom. Mindkettő szabotázs akciók eredménye volt. De mi jöhet még? Alkalmazkodnunk kell a váratlan helyzetekhez és a kockázatokhoz, és tudnunk kell kezelni őket. Az internetes kommunikáció tenger alatti vezetékei már régóta a katonaság és a titkos szolgálatok látókörében vannak. Függünk a kommunikációtól, mert nélkülözhetetlenné vált. Ez a második legkritikusabb infrastruktúra. A prioritási sorrendben az elektromos áram után jön. De vajon mennyire jól védett az a kritikus infrastruktúra, amely társadalmunk működését garantálja? Internetvezetékek, víz, elektromos hálózat. Ezek mind a kritikus infrastruktúra részei. Bár természetüknél fogva nem védhetőek 100%-osan, Európa jó részt elhanyagolta még az alapvető védelmüket is az elmúlt években, mert nem láttak akut, fenyegető veszélyt. De hogyan védhetünk meg ilyen szerteágazó hálózatokat? Ez egy jogos kérdés. Először is valószínűleg fontossági sorrendet kell felállítanunk, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy a kritikus infrastruktúrák közül melyik létfontosságú. Az EU most épp egy stressztesten dolgozik, amely azt tesztelné, hogy mit bírunk el, ha veszélybe kerülne az energiahálózatunk. De mi a helyzet az óceánokkal, távol a partoktól, ahol nincs katonaság? Körülbelül 500 internetkábel fekszik a tengerek mélyén. Ezek a világháló ütőerei. A nemzetközi internetes forgalom 95%-a itt zajlik. Mi történne, ha ezek közül egy vagy több kábel megsemmisülne? Nagyon valószínű, hogy fennakadásokkal kellene számolnunk a hálózati forgalomban, és azokon a nagy portálokon is, amelyek az USA-ban vannak. Ilyen esetben nem működnének az oldalak, nem működnének a szolgáltatások, és minden csak késleltetve jutna el hozzánk. Ez a mindennapi életünkre is hatással lenne. És sok cégére is, akik felhőszolgáltatásokat használnak. Egyszerűen leállna az informatikájuk. Ez pedig szélsőséges esetekben a termelés leállásához is vezethet. És mi a helyzet az árammal, vízzel és a többi infrastruktúrával? Egyetlen kormány sem enged betekintést a kártyáiba, de egy dolog biztos. Katonailag kell sokkal jobban védekeznünk, mind a szárazföldön, mind a tengereken, az égen, sőt az égből is. Ez természetesen több katonai erőforrást igényel majd, ami nyilván többletköltségekkel jár, de ezzel bizony számolnunk kell. A figyelem most azokra az LNG hajókra összpontosul, amelyek az elkövetkező hónapokban földgázt szállítanak Európába, hogy pótolják a kieső orosz importot. Rájuk most komoly veszély leselkedik.